Üdvözlök mindenkit! Gergely Ármin vagyok a Navik Alfa Kft. meződepó üzletágának a képviseletében. Jelenleg itt vagyunk Egerben, a Kőlyugtetőn, az Eszterházi Károly Egyetem kísérleti szőlőültetvényeiben. Ma egy meccési bemutatót szeretnénk tartani, melynek a keretében belül bemutatjuk a Campagnola plugin elektromos metszóló és kézi szerszám szériát. kezemben lévő kampanyol a Starken metszóló kialakításából adódóan egy ergonomikus eszköz, tehát láthatjuk azt, hogy elég könnyen mozgatható. Akkumulátorral együtt 90 deka ennek az a súlya. Nyilván első hallásra azt mondja az ember, hogy nem könnyű. Én azt mondom, hogy használat után mindenki vonja le a konzekvenciát, hogy mi a könnyebb egész nap 90 dekát emelgetni, vagy egész nap ezt a mozdulatot elvégezni egy kézi metszőllővel. Az eddigi tapasztalatok és az én személyes tapasztalatom is azt mondja, hogy, hogy ez a metszóló jó megoldás lehet azoknak, akik, akik, nem szeretik azt mondjuk, hogy a háti akkumulátorról egy kábel fűződik le a karjukon keresztül, vagy nem szeretnének kézi ollóval metszeni. Most technikailag az orló felépítéséről annyit kell tudni, hogy nyilvánvaló egy erős kovácsolt acél pengével van ellátva, kijelzővel van ellátva a Mezzolo, amit most be is kapcsolok, hogy esetleg látszódjon az, hogy egyszer mutatja az akkumulátor kapacitást, illetve alul számolja a napi elvégzett vágásszámokat. Természetesen az ollónak a vezérlő elektronikája az a teljes eddigi vágásszámot is, mint üzemóra számláló ezt méri, és ezt a kijelző mutatja is. Tehát itt látható, hogy ez a legnagyobb nyitása az eszköznek, ez 32 mm. Ez az, amit egy beállítás eszközölésével le is tudunk felezni. Tehát, hogyha valaki egész nap mondjuk egy olyan növekedésű fajtában, ami nem hoz olyan vastag veszőket, egész nap abba dolgozna, akkor nyilván elég ezt az átmérőt használni. Vagy mondjuk szálveszős művelésnél a veszők felpuculásához de alapvetően ugye könnyen visszaállítható a nagyobb átmérőre is. Még egy fontos funkciót szeretnék bemutatni, ezt a két metszóló közül csak a Starcam típus tudja, mégpedig a pengék összezárásának a proporcionális állítási lehetőségét. Ez annyit jelent, hogy amennyire húzom a ravaszt, annyira záródik a penge, és visszafelé. Ez egy elég érzékeny funkció, ami bizonyos meccési technológiák, meccésmódok esetében nagyon hasznos tud lenni. Az ember érzi azt, hogy mit csinál, mint egy kézi meccszólóval. Pár szót szeretnék mondani az elektromos meccszólókról a hagyományos kézi meccszólókkal szemben. Hogy mi a gyakorlati tapasztalat, mi a gazdaságossági tapasztalat ezekkel kapcsolatban. Tehát ha most kisüzemi gazdaságban nézzük ezeket, Nyilván a legnagyobb értéke ott van, hogy kíméli a gazda, a szakember a saját kezét, növeli a munka sebességét. Ez nyilván kisgazdaságban abszolút előnyös. Nagyüzemi gazdaságokban ugyanúgy megvan ez a jelentősége, mégpedig ott, hogy tapasztalatból beszélnék, ahol mondjuk 4-5 ilyen metszólót üzemeltetnek, akár előmetszés céljából, ott adott esetben mérhető az az eredmény, amit mondjuk 60 hektáros termőfelületnél az időegység arányában tudtak lefelé redukálni. Itt hetek azok, amik egy metszé során megspórolhatók, megtakaríthatók. Ez ugye a növekvő napszámköltségek szempontjából is elég fontos, én úgy gondolom. Másrésztről pedig a munka precizitás is abszolút növekszik. Tehát egyrészt, amit... Amit nagyon fontos ö, látni, és ö, erről mindenképpen szerettem volna, hogy essen szó, hogy közelebbről látjuk a tőkét. Tehát szakmailag, hogyha megnézzük, sokkal közelebbről tudunk vágást ejteni. Nem úgy, mint egy karosollóval, ahol azért 40-50-60 centire állunk a tőkétől, itt azért oda tudunk állni mellé, jól látjuk azt, hogy ö, mi az, amit vágunk, és hol vágunk. Ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik, hogy sokkal gyorsabb és tisztább vágást képes ejteni egy elektromos metszólló, akármilyen profi, hagyományos kézi metszóllóhoz képest. És nem utolsó sorból, ugye, kíméljük a kezünket. Még annyit megmutatnék, hogy ezekhez a metszólókhoz van egy kiegészítő kábel is. Ezt azoknak javasoljuk, akik szeretnék ezzel a 22 dkg-val, ami az akkumulátor súlya, csökkenteni a metszóllónak a kézre eső terhelését, főleg női kezekbe szoktuk ezt javasolni. Készletben egyébként ehhez jár egy övre csatolható kis oldaltáska, amiben tehetjük az akkumulátort. Ugye ennek a csatlakoztatása pofon egyszerű, a kábelkészlet egyik végébe az axi, a másik végébe a metszőolló, és innentől kezdve mint egy hagyományos normál kábeles metszóló, tudjuk ezt is használni. Viszont így az olló súlya is jelentősen könnyebb, és a hagyományos háti akkumulátoros ollókhoz képest is, még így kábellal is könnyebb az üzemeltetés, mivel nincs háti akkumulátor, nincs mellény a hátamon, a szabadabban tudok még így is mozogni. Egyébként alapvetően ez nem szükséges. Csak azoknak szoktuk javasolni, akinek valamilyen okból kifolyólag az egész napi üzemeltetés során nehéz a 90 deka, így egyébként az ólos súlya már nincs 70 deka. 2020 év végén a kampanyóla az ígéreteihez hívem, miszerint, hogy a beépített akkumulátoros plugin szériára fejleszt jobbára, Ő bemutatta, a beépített akkumulátoros fűrészeit és kötözőgépeit. Ugye a metszéshez, vagy tőkeújításhoz szorosan kapcsolódik a kézi fűrészek használata. Ezt a munkafázist hivatott gépesíteni a kezemben látható kisebbik típus a T-Rex. Ez a fűrész kifejezetten arra lett fejlesztve, hogy termőkarreváltásokat, tőkeújításokat tudjunk vele elvégezni, napi húzamosabb munkavégzésbe. Tehát gyakorlatilag ez egy láncűrész, egy egykezes kicsi láncűrész, ami abszolút szőlészeti felhasználásra lett tervezve. az új plugin szerszámok közül a fűrészek mellett érkezett még egy elektromos kötözőgép is, a Nexi. Sokak számára a háti akkumulátoros régebbi eszköz az ismerős lehet, nagyon sokan használták azt is a kampanyol termékek közül, de ennek a fő újdonsága az az, hogy már az akkumulátor az a markolatba épített módon csatlakozik. Tehát ez is egy nagyobb szabadságot tud adni a kötés során. Most ugye alapvetően nem egy szávesző művelésű ültetvényben vagyunk, viszont ugye itt az előbb, amit lefűrészeltünk egy régi termőkor leváltásánál, be tudjuk mutatni az eszközt, hogy mégis hogyan működik, hogyan köt. Annyit elmondanék róla érdekességképpen, és ez a, azoknak a termelőknek, akik gondolkoznak ilyen eszköz megvásárlásán, az segítség lehet, hogy a Nexi kötözőgépbe ugyanaz az akkumulátor csatlakoztatható, mint a Star Kemmet Tehát ez abszolút kompatibilis, elég sokan használják is így együtt a két eszközt. A kijelzőn szintén láthatjuk az akkumulátor illetve a kötésnek az erősségét, ami 1 hatig 6 állítható. Ez azt jelenti, hogy hányat tekerjen a kötözőanyagra. Egyébként a géphez háromféle kötözőanyag elérhető. Az egyik a papír, a másik a normál műanyag, és van egy lebomló biológiai műanyag. Mi ezt szoktuk javasolni, mert tapasztalataink alapján ez az, ami a legjobban bevált. Na, próbáljuk is ki akkor az eszközt. És igazából ennyi. Tehát azért jelentősen meg tudjuk gyorsítani adott esetben a kötést. Most nyilván én itt direkt többet kötöttem. Normál száveszős művelésmódnál, gyiónál, ernyőnél azért nem kötünk egy tőkénél négyet-ötöt.